Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a sorozatban igyekezni fogok bemutatni Jordan Peterson 12 szabály az élethez című könyvét. A tervem az, hogy szabályról szabályra fogok haladni, és röviden prezentálom, hogy mi az ő álláspontja, illetve mik az én gondolataim ezzel kapcsolatban. Mint általában a legjobban akkor jár mindenki, hogyha elolvassa a könyved, hiszen akkor tudja megismerni a gondolatokat, az elképzeléseket, az abban vázolt koncepciókat legtökéletesebben. Azonban, ha valakinek nincs ez kedve vagy ideje, akkor remélem, hogy ez segítségére lesz. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Ezúttal a 4-es számú szabályt fogjuk megnézni, amelyet úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy hasonlítsd magad ahhoz, aki tegnap voltál, és ne valaki más mai verziójához. Csak annyit szeretnék megjegyezni, amiről már volt szó korábban, mint ahogy oly sok más egyéb gondolatról. Az összehasonlítás, az öröm tolvaja mondják, és ez nem véletlen. Ez nagyon igaz a mai világban, és ez nagyon nagy veszélyt jelent a többség számára, kifejezetten a közösségi média jelenléte miatt, ahol végtelen verziójával találkozunk valaki más élete hazugságának, mert a legritkább esetben az igazságot prezentálják az emberek magukról. Azok, akik az igazságot mutatnák meg magukról, azok nem mutatnak meg semmit, mert azokat nem érdekli, hogy mások lássák azt. Akiket meg érdekel, azok meg nem fogják megmutatni az igazságot, és a probléma ott van, hogy oly sokan hasonlítják a saját életüket, saját teljesítményüket, vagy akár önmagukat másoknak a fantáziájához. Bele sem gondolva, hogy ez igen gyakran nem az igazság, és elveszi ez a kedvét az embernek, a fejlődéstől, az előrehaladástól, a cselekvéstől, az, hogy látja, hogy másnak milyen jó, hogy milyen nagyszerű élete van, hol van nyaralni, milyen boldog, miközben az nem is az igazság. De kezdjünk is bele! Bármennyire jók vagyunk valamiben, bárhogyan értékeljük a saját eredményeinket, valaki máshoz képest mindig inkompetensnek tűnünk. A bennünk élő kritikus belső hang jól tudja mindezt, és hajlamos arra, hogy lármásan, emlékeztessen is rá minket, elítéli középszerű erőfeszítéseinket, nagyon nehéz elhallgattatni. De ami még rosszabb, szükségünk van ilyen kritikus hangokra. Bizonyára mindenki ismeri ezt az érzést, hogy akármit is csinál az életben, valaki más most már láthatjuk a szerte a világban jobb, sőt nem is az, hogy jobb nálunk, hanem úgy néz ki hozzánk képest, mint valamiféle felsőbbrendű lény abban a kifejezett dologban, amit csinálunk. És a probléma az, hogy az internet segítségével láthatjuk mindezt, és ez könnyen az embert eltántorítja attól, vagy elbátortalanítja attól, hogy fejlődjön, hogy menjen előre, és megnézze azt, hogy hogy voltam tegnap, mi az, amit tudtam tegnap, jobb lettem, bizonyára így lesz egy-két év múlva. Az egész fejezetnek az a lényege, hogy tudatosítsa bennünk azt, hogy nem szabad minket, saját magunkat hasonlítani másokhoz, hanem sokkal inkább azt kellene megnéznünk, hogy milyen irányba haladunk, és hogyha fejlődünk, akkor az nagyszerű, nem kell aggódnunk. A probléma tehát nem az, hogy tudomásul vesszük, hogy más jobb vagy rosszabb, hanem az egész gondolkodásmód, ami övezi ezt. De folytassuk. Kezdhetjük magukkal a fekete-fehér szavakkal, siker és kudarc. Vagy sikeresek vagyunk, összességében egyedülállóan, mindenre kiterjedően jók, vagy éppen ellenkezőleg elbukunk, ami összességében egyedülállóan, mindenre kiterjedően rossz. Ezek a szavak nem hagynak más választást, nincs középút. Viszont egy olyan bonyolult világban, mint amilyenben élünk, az ilyesfajta általánosítás, ami valójában a megkülönböztetés sikertelensége, naív, durva, sőt rosszindulatú elemzési jele. Nem szabad tehát leragadni annál, hogy vagy elbukunk, vagy pedig sikeresek vagyunk, vagy egyest kapunk, vagy csillagos ötöst. Van végtelen fokozat e kettő között. Úgy kell tekintenünk az életünkre, mint apró fejlődések sorozatára, és hogyha ezt észrevesszük, akkor abból erőt meríthetünk a jövőre nézve, és folytathatjuk a küzdelmet, illetve a gyakorlást. Magát az életet.
Kezdjük azzal, hogy nem csak egy játékban lehet sikert elérni vagy elbukni, sok jó játék létezik, pontosabban sok játékok, amelyek megfelelnek a tehetségünknek, produktívan aktivizálnak minket más emberekkel együtt, és az idő múlásával fenntartják, sőt fejlesztik önmagukat. Mindannyian részt veszünk számos különböző játékban, ahogyan ő fogalmaz. Az ember dolgozik, van esetleg családja, van hobbija, sportolhat, különböző szabadidős tevékenységeket űzhet, vagy lehetnek egyéb elfoglaltságai, tanulhat még mindemellett. Ha csak nem tesszük fel az életünket egyetlen dologra, mint mondjuk egy élsportoló, vagy egy csúcsművész, akkor nem várhatjuk azt, hogy mi is elérjük azt a fejlettségi szintet, amit azok az emberek, akik az egész életüket egy játékra teszik fel. Az is valószínűtlen, hogy csak egy játékot játszunk. Van karrierünk, van a barátaink, családtagjaink, személyes projektjeink, művészi vállalkozásaink és sportfoglalatosságaink. Talán minden játékban, amit játszunk, meg akarjuk becsülni eredményeinket. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!